Cseresnyés szerint nincs munkaerőhiány, a szakképzési centrumba látogatott az államtitkár. Játék és friss gyümölcs, almanap a Csaba Parkban. A sport legyen a tied, sporták választó Békés Csabán. Jó estét kívánok, Önök a Hétpont TV híradóját látják. 2010 óta több mint 660 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, valamint három éve folyamatosan növekszik a reálbér is, közölte Cseresnyés Péter Békés Csabán tartott sajtótájékoztatóján. Az államtitkár ezen kívül kitért arra, hogy Magyarországon még nem beszélhetünk hosszantartó munkaerőhiányról, és arra, hogy a szakképzés területén történt átalakításoknak az a célja, hogy ez így is maradjon. Még nem beszélhetünk hosszantartó munkaerőhiányról, fogalmazott Cseresnyés Péter. A Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára szerint ezen állapot megtartása véget alakították át a szakképzés területét. Egy globális, egy általános munkaerőhiányról és hosszantartó munkaerőhiányról még nem beszélhetünk, és pontosan a szakképzés átalakításával azt szeretnénk elkerülni, hogy a későbbiekbe ilyenről lehessen beszélni, tehát azt szeretnénk, hogy ne lehessen még a későbbiekben sem egy általános jellemző munkaerőhiányról és hosszantartó munkaerőhiányról beszélni egyetlen egy szakmában sem. A duális képzésben a fiatalok munkahelyi körülmények között szerezhetik meg a szakmai gyakorlatukat, ezen felül munkakultúrát is tanulnak, az államtitkár szerint. A Békés Csabai Szakképzési Centrum tanulói is e fajta képzésben tanulnak. Ez nagyon jó lehetőség, nem kell munkát keresnem, több céghez beadni önéletrajzot, hanem egyből tudom a tapasztalataimat bővíteni. A sajtótájékoztatón elhangzott, folyamatosan növekszik a BSC-ben tanulók száma, és a felnőtt képzésekben is megemelkedett azok létszáma, akik új szakmát, új képesítést kívánnak szerezni. A duális képzés előnyeit Vantara Gyula országgyűlési képviselő is kiemelte, szerinte az alkalmazottak tudásának fejlesztésével tudunk gazdasági előrelépést elérni. Ebben az oktatásnak fontos szerepe van. Egy szakképzett, jól képzett, a mindennapi életekben megálló szakemberek, életükben megálló szakembereket fogunk képezni, ami azt jelenti, hogy alkalmazkodni fognak mindenféle igényhez, és így azok a munkaerő igények, amik jelentkezni fognak várhatóan élelmiszeripar, gépipar és egyebek vonatkozásában ki fogjuk tudni elégíteni. Ebben van jelentős szerepe az oktatási intézménynek. A foglalkoztatás teljes elérésére törekednek Békés megyében, fogalmazott Gajda Róbert. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, segítséget kell nyújtani a hátrányos helyzetben lévőknek, hogy visszakerüljenek az elsődleges munkaerőpiacra. Ennek elérése véget több képzési és állásbőrzét tartottak a megyében 1,7 milliárd forintos büdzséből. 2773 fő jelent meg ezeken a bőrzéken, ezek közül 1497 fő volt, aki alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, és 566 olyan fő is volt, aki a közfoglalkoztatásban tevékenykedik. Nagyon fontos adat, hogy 501 munkáltató ajánlotta fel, illetve adta meg azt a állás lehetőséget, ami alapján ezek a meghívott személyek tudtak választani. A foglalkoztatási főosztály vezetője végezetül ismertette, a rendszerváltás óta soha nem dolgoztak ennyien Békés megyében, mint most. Valamint hozzátette azt is, hogy az elmúlt 5 évben 9% ponttal emelkedett a foglalkoztatási ráta. 9% ponttal. Ez azért már egy mérhető, és úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly elmozdulást jelent. A szervezetünk számára az a legfontosabb, hogy a munkáltatók munkaerő igényét a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerővel kielégítsük. Az osztályvezető azt is kiemelte, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatásból visszaemeljék a közfoglalkoztatottakat a munkaerőpiacra. Az elmúlt hónapokban 300 embert vezettek vissza a programból az elsődleges munkaerőpiacra. Gyakorlatot tartott a Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóságnál működő regionális védelmi osztag Békés-Szentandrás mellett. Legalább két évente tartanak ilyen gyakorlatot, amely kitalált helyzetre alapoz. A védelmi osztag árvíz és belvízvédekezés, jégvédelmi tevékenység, valamint vízminőségi kárelhárítás esetén speciális műszaki feladatok ellátását végzi. A gyakorlat lényege, hogy az osztag állományát képezzék, éberségüket pedig szinten tartsák.
A szimuláció szerint az elmúlt napokban lehullott 204 mm csapadék hatására megindult az áradás, ezért 3-as fokozatú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a Körösök vízrendszerében. Mindeközben a Békés-Szentandrási duzzasztó karbantartási munkái miatt a jobb oldali nyílásba elhelyezett ideiglenes elzárások áramlatmódosító és visszaduzzasztó hatására veszélybe került a duzzasztó és a meder oldalak, valamint a kapcsolódó kis vízerőmű. Hogy megóvják az épületet, azonnal el kellett bontani az ideiglenes műveket, ezért a helyszínre vezényelték a védelmi osztagot. A gyakorlattal egybekötve az osztag munkatársai azt a feladatot is elvégezték, amit már korábban bekalkuláltak. Itt a Békés-Szentandrási duzzasztó jobb oldali pillérében csináltunk egy alsó, illetve felső elzárást. Ez azért kellett, hogy a táblák, tehát a duzzasztó táblák két részből állnak, és az ezek közötti tömítést végeztük normál fenntartási munka keretében, és ennek a fenntartási munkának a vége jött most el, amikor is a munka elkészült, és az elzárásokat el tudjuk kezdeni bontani. Miután felszedték a homokzsákokat, a ponyvát is el kellett távolítani az ideiglenes elzárásokról, hogy azokat bontani lehessen. A munkálatokba búvárokat és két nagy darut is bevontak. A gyakorlaton az osztag mintegy 40 tagja vett részt. A gyakoroltatásnak mindig az a célja, hogy az éberséget, meg a hadrafoghatóságot szinten tartsuk. És az a tapasztalat a mai gyakorlatnak, hogy a reggel 6 órakor volt egy riasztás, is az a tapasztalata, hogy jóval az egyébként előírt szintidőkön belül képes az osztag gyorsan felállni. A Békés-Szentandrási duzzasztó és hajózsilip 1936 és 1942 között épült. A duzzasztónak két darab, egyenként 7 méteres kapuja van, ezek végzik a duzzasztást. Idén a jobb oldali ideiglenes elzárást bontják, jövőre a bal oldali kerül sorra. Habár a munkálatokat kedden kezdték, legalább másfél-két héten keresztül zajlik majd a bontás a duzzasztónál. A Hétpont TV-t Varga Diana tudósított a Békés-Szentandrás mellől. Harmadik alkalommal rendezték meg az óvodai almanapot. A Csabaparkba közel 500 kisgyermek látogatott el, akik mozgalmas játékokkal, kézműves foglalkozással, ügyességi feladatokkal találkozhattak. A központi téma minden esetben az egyik legegészségesebb őszi gyümölcs, az alma volt. Így zengett a válasz a Csabapark nagy csarnokában Herceg Tamás azon kérdésére, hogy kik szeretik az almát. A rendezvényt 2014-ben hívták életre, hogy népszerűsítsék a gyümölcsöt, és a gyerekek minél több almát fogyasszanak. Hanó Miklós alpolgármester ötlete volt, hogy egy almanappal is próbáljunk itt kedveskedni a gyerekeknek, és amit szerintem mindenképp célszerű elmondani, hogy ebben az esztendőben is az ő tanyájáról, az ő kertjéből lett elhozva ide ez a sok-sok alma, amivel itt a gyerekek játszanak is, mert nagyon sokféle játékot is láthatunk itt a mai délelőttön. A gyerekek színes programokkal, ügyességi játékokkal találkozhattak. Kézműves asztalnál például almás karkötőt készíthettek. Minden óvodának a programjában az egészséges életmód, a nevelés a legfontosabb cél, és ugye nyilván ebben az egészséges gyümölcs, ami ugye a magyar gyümölcs, hazai gyümölcs, békéscsabai gyümölcs, és ennek a megszerettetése, de én úgy gondolom, hogy ezt szeretik is a gyerekeket, és így próbáltuk e köré szervezni a játékokat. A legkisebbek a program közben meg is éheztek, így sokan fogyasztottak a friss gyümölcsből. Azért szeretem az almát, mert nagyon egészséges, és nagyon finom. És a héja a legegészségesebb. Úgy hallottam a tesómtól, meg anyától is. A délelőtt táncházzal zárult, amelyet a Balassi Tánc Együttes néptáncosai vezettek. Szabadtéri kiállítással emlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára a Békéscsabai Média Centrum. A főtéri tárlat kronológikus összefoglalót ad. Fényképek, plakátok, röplapok, korabeli újságokból vett cikkek segítségével mutatja be a Rákosi rendszer hétköznapjait. Az emlékeken keresztül eleveníti fel a nemzeti sérelmeket, a jelképek szovjet mintára való átalakítását, a Szovjetunió előtti feltétel nélküli hajbókolást, valamint az alkotmány szovjet szellemben való megírását. A Mi Forradalmunk címet viselő tárlat 2016. október 5-től egészen november 30-áig várja a látogatókat.
A kiállítás kapcsán a több olyan képpel is találkozhatnak, amik valószínűleg még nem kerültek kiállításra 56-os megemlékezésre, és ezek a múzeumnak a fotótárából származnak, illetve vannak köztük több olyan a Nemzeti Múzeumból származó fotók, amik valószínűleg így egyben egy kiállításon még nem szerepeltek itt Békés Csabán. Újra Békés Csabán rendezés, játszik Szomor György. A Diótörő és Egér Király című családi musical kerül színpadra, amelynek főbb szerepeiben Vastag Tamást, Gubik Petrát és Gernert Csabát is láthatja a közönség. A színészek hétvégén tartották olvasópróbájukat. Én vagyok a király. Karácsony este minden megtörténhet, még az is, hogy a játékok életre kelnek. Így eshet meg, hogy a fából faragott diótörő vezetésével harcba szállnak az őket megtámadó gonosz Egér király és serege ellen. A Mese Musical egyik főszereplője számára nem ismeretlen a darab, hiszen ezt a szerepet már 13 éve is eljátszotta ugyanezen a színpadon. Elég erősen él bennem, ez egy nagyon határozott karakter volt annak idején, és nagyon kíváncsi vagyok, mármint az Egér király karaktere, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy most ebben a verzióban milyen lesz. Nyilván nem lesz ugyanolyan, de hogy miben más, ez egy érdekes játék lesz szerintem a számomra. Még abból a szempontból is, hogy mi történt velem az elmúlt 13 évben. És ezen keresztül, a darabon keresztül látni fogom, meg a készülési folyamaton keresztül is, úgyhogy biztos sokat kell készülni rá. A készülés el is kezdődött, hiszen már az első olvasópróbára gyűltek össze a színészek a Jókai Színházban. Vendég vagyok egy vacsorán. De foltosan? Egy perc az egész, mondom, itt lakunk a közelben. A darab írója, rendezője és zeneszerzője Szomor György, akinek fejében már több mint 20 éve formálódott meg a mű gondolata. Nagyon megindított engem zeneileg, és arra gondoltam, hogy jó lenne egy ilyen varázslatot a színpadra tenni, és ez nagyon jó alkotótársakat találtam Valla Attila és Szurdi Miklós személyében. 93-ban színpadra is állítottuk, és nagy sikerrel játszottuk mind Békés Csabán, mind Fehérvárott. Azóta nem is nagyon tudok Fehérvárra úgy menni, hogy ne kérdezzék tőlem, hogy mikor lesz legközelebb ez az előadás. Szomor Györgyöt a Békés Csabai közönség is kedveli, ezért is gondolta a színház igazgatója, hogy a Nádasdy díjas színművész nevével még mindig nagy sikerrel futó másik darab, a Monte Cristo grófja mellé, ezt a régi Mese musicalt is újra műsorra tűzik. A családoknak is jó, kicsik is találnak benne örömet és élményt, és a nagyobb diákok is. Tehát ez egy tulajdonképpen gyermeki, ifjúsági és családi színdarab lesz. Nyilván a karácsonyhoz kapcsolódik a témája, ezért decemberben fogjuk többnyire játszani, november végi bemutatóval. Én bízom benne, hogy mindezeknek a korosztályoknak ez egy olyan élmény lesz, ami miatt érdemes lesz eljönni a Jókai Színházba. A darabot november 25-én láthatja először a közönség. Májusban a 10.000., nyár végén a 25.000., hétfőn pedig már az 50.000. Látogató érkezett a Gyulai Almási kastélyba. A márciusban átadott látogató központ a tapasztalatok alapján egyre nagyobb népszerűségnek örvend. 1849. augusztus 13-án világos mellett a szörnyűs ikon Görgei Jolatot az orosz túlerővel szemben letette a fegyvert. A Gyulai Almási kastély látogatóközpont kiállítását járja végig ez a Tolna megyéből érkezett jegyes pár. Különleges eljegyzési ajándékkal lepte meg őket a múzeum, ugyanis ők voltak az 50.000. Látogatók, így ingyen léphettek be a kastélyba. Még soha nem volt ilyen belészünk, hogy nagyon meglepődtünk tényleg, és nagyon örülünk neki. Miért döntöttetek úgy, hogy éppen Gyulát választjátok úti célként? Az országnak ezen a részén még nem igen jártunk, és úgy gondoltuk, most itt a lehetőség, az alkalom, és akkor eljöttünk egyet kirándulni. A látogatóközpontot üzemeltető Kft. Ügyvezetője elmondta, a statisztikák szerint folyamatosan növekszik az intézmény népszerűsége. Hozzátette, remélik, hogy 2017 közepén már a 100.000. Látogatót köszönhetik majd. A növekedés az folyamatos, természetesen egy kicsit a turisztikai szezonhoz is igazodik a látogatók száma, ami külön öröm számunkra, hogy a tanév elkezdése után kicsit attól tartottunk, hogy egy kevesen jönnek hozzánk, de nem ez a tapasztalat, sőt, ugye, ha olyan borús idő van, mint a mai napon, akkor nagyon sokan választják a kastélyt programként. A fürdőváros polgármestere úgy látja, a vár és a fürdő mellett a kastély újabb jelentős vonzerejévé vált a városnak.
Ennek erősítésére további turisztikai irányú fejlesztéseket terveznek. Kastélyhoz kapcsolódóan az egykori cselédszárnyban szeretnénk a báltermet helyreállítani, amelynek köszönhetően tovább nőni a kastély rentabilitása, hiszen ott olyan rendezvényeket lehetne tartani, amelyek további bevételt hoznak a kastélynak. Ezen túlmenően szeretnénk a kastély melletti Szent Miklós Park rehabilitációját elvégezni, kerékpárutakat szeretnénk építeni, a 100 éves cukrászdát szeretnénk egyrésztről felújítani, másrésztről pedig kibővíteni a funkcióját, csokoládéélményközpontot létrehozva benne. Az ehhez szükséges pályázatokat már beadta az önkormányzat. Reményeik szerint ezekről még idén megszülethet a támogatói döntés. 25 éves a Lencsési Közösségi Ház. Az évforduló alkalmából rendkívüli programsorozatot indított az intézmény, amelynek első állomásán a kertészkedés, az agrárium került a középpontba, azzal a céllal, hogy a kiskert tulajdonosok új, hasznos információkat gyűjthessenek. Nagyon-nagyon régóta működik, itt van a kiadványunk is, ami bizonyítja, 1916-tól mondtam, hogy mi is. A 100 éves magyar kertbaráti mozgalmat méltatta a Szent Miklósi Ferenc az őszidő elnevezésű rendezvény kezdetén. A Lencsési Közösségi Házban elindított programsorozatban mindenki helyet kapott, aki az elmúlt 2,5 évtizedben meghatározta a közösség munkáját. 25 éves rendezvénysorozat programjait úgy állítottuk össze, hogy az tükrözze a közösségi házban folyó, vagy a elmúlt évtizedekben folyó tevékenységet. Ennek értelem szerint részei az itt működő kisközösségek. Én mindig el szoktam mondani, hogy a Lencsési Közösségi Házban összetartó, erős, egymás segítő közösségek működnek, ilyen többek között a kertbarátkör. A nyitó rendezvényen a kerttulajdonosokat a legfrissebb információkkal várták. Hanó Miklós alpolgármester a közeljövő fejlesztéseit mutatta be az érdeklődőknek, hiszen egy zöldségszárító és feldolgozó üzem mellett több területen is elindulna a város. A hűtőház egy olyan 20 000 tonnás fejlesztés lenne, tehát 20 000 tonnai kapacitással. Elsősorban a zöldborsó kukorica, de egyéb dolgok is, amiket annak idején feldolgoztak. Lenne egy paradicsom sűrítő. A házban működő Mohácsi Mátyás kertbarátkör tagjainak termékeiből egy rendhagyó kiállítás is nyílt. Van olyan kertbarátkörünk tagunk, akinek 40 fajta szőlője van, tehát szinte mondhatni, hogy felsorolhatatlan, tehát ízek és fajták jellegében olyan régi ízeket tudunk megprodukálni, amely a mai ember számára szinte ismeretlen. A jubileumi programok hétfőn folytatódnak, akkor újra a kertbarátokat várják. Lukács Ágnes az aktuális teendőkről, a termények tárolásáról tart előadást. Méhészeti eszközök, méhészeti lapok és folyóiratok is láthatók azon a kiállításon, ami a Csaba Gyöngye Hungarikum klubjában nyílt meg Békés Csabán egy mézkóstoló és vásár kíséretében. A Békés Megyei Méhész Egyesület, a békési, békés csabai, orosházi és szarvasi méhészek fogtak össze annak érdekében, hogy a Hungarikum klubban jobban megismerhessük a méhészek munkáját és magát a mézet. A méhész családból származó Sziron György többek között repcemézet, akácmézet, hásmézet, selyemfűmézet, akácmézes, aszalgyümölcsös mézes csemegét hozott magával a vásárra. A kiállítás pedig régi tárgyakkal gazdagította. Szarvasról érkeztünk, rengeteg régi méhész dolgunk van, nagyapám révén is, aki 1934-ben kezdett el méhészkedni, és az ő szerszámait, régi méhészkönyvét hoztuk el tulajdonképpen erre a kiállításra. A Csaba Gyöngye régóta tervezte a mézes heteket. Tervezte azt, hogy valamilyen módon teret ad a méhészeknek, a méznek, a mézből készülő termékeknek. Ezek nagyon kedveltek, azt azonban kevesen tudják, hogyan kerülnek az asztalra. Nem nagyon ismerjük azt, hogy hogyan készül ez. Nem tudjuk a múltját, a jelenét sem nagyon, csak kimegyünk a piacra és megveszünk. Fontosnak láttuk, hogy ezt bemutassuk. A méz Hungarikum kemény munka volt ezt kiharcolni, és én azt gondolom, hogy ennek egy ilyen rendszerben feltétlenül helye van, még ha a békés csabai méz mondjuk nem is Hungarikum, de maga a méz igen. A Békés Megyei Méhész Egyesület minden méhész egyesülettel nagyon jó kapcsolatot ápol. A minőségi termékek készítése, bemutatása mellett a szövetség arra is odafigyel, hogy megőrizzék a múlt értékeit.
A közös érdekünk az, hogy megőrizzük Békés megyében a méhészeti múltat, és a kiállításnak pedig az a lényege, hogy bemutatkozzanak a méhésztársaink, láthatók a standokon egy-egy méhészegyesületet képviselnek színvonalasan, és megismertessük az érdeklődőkkel mindazokat a termékeket, amit egy-egy méhészetben sikerül előállítani egy év során. A mézet és mézes termékeket kóstolni és vásárolni csak a megnyitó napján lehetett a Csaba gyöngyében. Azonban a kiállítást egészen november 25-ig tekintetik meg az érdeklődők. Két új műfüves pálya épült Békés Csabán, Jaminában a Bessenyei sporttelepen, valamint a Lencsésin az általános iskola udvarán. A létesítményeket már korábban is birtokba vehették a fiatalok, hivatalosan azonban csak most adták át a pályákat a sportolni vágyóknak. A megyeszékhely önkormányzata a Magyar Labdarúgó Szövetség kiírásán szerepelt sikerrel, így épülhetett fel a két műfüves létesítmény. A lencsési iskola pályáját egy gála mérkőzéssel avatták fel, amelyen az önkormányzat csapata a Békés Csabai előre öreg fiúkkal csapott össze. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkársága tavaly indította el a Sporta legyen a tiéd programot. A Magyar Diáksport Szövetség koordinálásával futó sorozat 2016 utolsó előtti állomásaként Békés Csabára látogatott, ahol ezúttal is számos sportágat próbálhattak ki a fiatalok. Ez egy komplex feladat, minden technika elemet látok meg, közben az ütés, a hibásolgatás, a háromszoros bajnok női röplabdások bemutatójával indult a sorozat Békés Csabai állomása. A városi sportcsarnok lelátóját megtöltő fiatalok előbb megnézhették a nagyokat, majd pár perccel később már ők is a küzdőtéren játszhattak a kedvencekkel. A rendezvényen Márton Anita, olimpiai bronzérmes súlylökő is megjelent, aki szorgalmasan osztotta az autogramokat a gyerekeknek. Örültem ennek a meghívásnak, és szívesen fogadtam el, hiszen úgy gondolom, hogy talán engem is látva a gyerekek még egy kicsit nagyobb kedvet tartanak, tehát kapnak hozzá, hogy megismerkedjenek az atlétikával, azon belül akár a súlylökéssel. A kezdeményezés egyik célja az volt, hogy a jelen bajnokait, legjobbjait személyesen is megismerjék a fiatalok, akik egy-egy ilyen találkozás lendületével kezdhetik el a kiválasztott sportágat. És Magyarországon azért az idejében sem hiányolhattuk a példaképeknek a születését, hiszen futball Európa bajnokságunk volt, ahol jelen voltunk, olimpia volt, paralimpia volt, tehát rengeteg új bajnok született, őket azt gondolom, hogy ezekre a rendezvényekre el kell hozni, a gyerekek elé oda kell állítani, őket látták tegnap még a tévében, holnap is ott fogják, és ezek fantasztikus, nagy motiváló erőt jelenthetnek a gyerekek számára. A programot a Magyar Diáksport Szövetség koordinálja, és azokat a sportágokat hozzááll a gyerekeknek, amelyekben hazánk tradicionálisan sikeres, és az adott térségben is nagy hagyománnyal bírnak. Én magam is, mielőtt az ötös a pályára tévedtem, előtte volt 6-7 sportág, amelyet kipróbáltam, és a végén találtam meg a nagy szerelmet, az ötösát. Tehát igazából ki kell próbálni, itt nagy lehetőség van arra, minden lehetőség adott arra, hogy a gyerekek kipróbáljanak 10-12 sportágat, és talán el tudják dönteni, mi az, amihez nekik a legjobban kedvük, hanem a legjobban testhez áll. A fiatalok lelkesen vetették bele magukat a sportág választóba. A vívást azt ki szeretném próbálni, meg még voltam a röpinél, és azt tetszett nagyon. A program folytatásaként a Diáksport Szövetség az iskolákba is ellátogat, ahol célzottan 2-3 sportágra helyezik a hangsúlyt, emellett pedig az intézményeket új sporteszközökkel is támogatják. A Hit.tv híradóját látják, további híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!